Szia, Tütű! Szia, Rolando! Sziasztok! Ehhez a mutatványhoz 2 darab szívószálat használtam. Uh-huh. Egy zöldet és egy sárgát jelen esetben. Én használhatok majd kéket és lilát. Bármilyen színt használhatsz, Tütű. Csak az a lényeg, hogy 2 különböző színű legyen. Jó. Jó? Megfogom az egyik szívószálat, és így függőlegesen tartom. Uh-huh. Elé helyezem viszintesen a másik szívószálat. Igen. Középen vagy hol? Igen. Fontos, hogy középen legyen. Középen. Így. Tehát hátul van a függőleges szívószál. Uh-huh. Igen. Így is. És elől a viszintes szívószál, ezt itt összecsípem a kettőt. Igen. Megfogom a függőleges szívószálat, és így hátulról előre tekerek rajta egyet. Uh-huh. Látod, Tütű? Igen. Így most rajta van a viszintes szívószálon a függőleges szívószál. Utána megfogom a viszintes szívószálat, és balról jobbra tekerek rajta egyet ezen is, és a végeit összecsípem. Igen. Nagyon fontos, hogy itt összecsípjem, mert különben szét fog válni a 2 szívószál. De megfogom a függőleges szívószálat, és annak is a 2 végét összecsípem. Igen. Így. Ezáltal keletkezett itt ugye egy ilyen kis gubanc. Nagy gubanc. Nagy gubanc keletkezett, amit meg is tudok így rántani. Ho-ho. És már is szét válik. Anélkül, hogy bármi baja esne a 2 szívószálnak. Ha ezt egy kicsit szorosabban tekered rá, tehát a 2 szívószálat szorosabban tekered össze, akkor még tudsz rajta rántani nagyobbakat, és annélkül, hogy szétjönnek. Akkor majd kell egy fújás, és akkor lehet kiegészteni, így van, varázsigével, fújással. Ahogy tetszik, Tütű. Látod, milyen egyszerű? Hát, ez tényleg elég egyszerű. Megyek és megmutatom Becének is. Próbáljátok ki ti is. Thank you.